Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a fél év utolsó hírláncát látják, melyben friss és aktuális egyetemi híreinkről számolunk be önöknek. Én Tamás Virág vagyok, nézzünk egy kis ízelítőt mai műsorunkból. Mozgókép, média, kommunikáció. 5. alkalommal tartották meg a konferenciát az egyetemen. Alumni borklub. A William Pincészet főborásza látogatott Egerbe. Egység a sokféleségben. Jubileumi gyógypedagógiai konferencia a Líceumban. Azonnal hozom a részleteket, maradjanak velünk! December 6-án az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberény épülete is megnyitotta kapuit leendő hallgatói előtt, így az érdeklődőknek lehetőség itt nyílt arra, hogy az intézmény falai között személyesen, testközelből tapasztalják meg, mi várhat rájuk sikeres felvételi esetén. Az EGRI nyílt napot követően december 6-án az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényi kampusza is megnyitotta kapuit a látogatók előtt. A tovább tanulni vágyókat a jeles dátumhoz igazodva ezúttal a Mikulás fogadta, aki szaloncukorral és forró teával kedveskedett az épületbe érkezőknek. Az érettségi előtt álló fiatalok elsőként az intézmény által kínált 8 szakkal ismerkedhettek meg, tehették fel kérdéseiket a területen tevékenykedő oktatóknak és kollégáknak. Alapból a óvodapedagógiára akartam jönni még tavaly, csak arra nem sikerült, mert nem vettek fel, és ugye indult egy ilyen szakképző szak, a ilyen oktatási szakasszisztens, azon vagyok éppen most, és ugyanúgy meg szeretném majd próbálni a óvodapedagógiát. Habár az intézmény fő profilja a pedagógus képzés, igen népszerűnek számított a programtervező informatikus szak is. Engem maga a programtervező informatikus érdekelne, de ez is igazából csak B-opció szempontjából is. Úgy tudtam, hogy itt eléggé megfelelő oktatás, és emiatt is jöttem ide. Az Aponyi teremben a Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium növendékei készültek egy versezzenés műsorral, majd dr. Varró Bernadett köszöntötte a résztvevőket. A főigazgató kiemelte, a 100 éves intézmény egyik lába továbbra is a pedagógus képzés, melynek részeként minőségi, gyakorlatorientált oktatást nyújtanak a hallgatóknak. A munkaerőpiaci igényekhez igazodva azonban a programtervező informatikus alapszak is elindult az egyetemen. Dr. Varró Bernadett hangsúlyozta, a legutóbbi felvételi eljárás sikeresnek bizonyult Jászberényben. Nagyon szép eredményt értünk el a múlt évben, tehát nem csak a jelentkező és az első helyen jelentkezők számával, hanem az eredményeik tényleg szépek voltak, és több mint 400 hallgatót tudtunk felvenni. Hát főigazgatóként én legalább ennyit várok, úgyhogy mindig telhetetlen vagyok, mindig többet szeretnék. Én azért bízom benne, hogy legalább ilyen eredményt el tudunk érni. A főigazgató elárulta azt is, hogy a Jászberényi kampusz épületen nagy rekonstrukció előtt áll, a következő 2 évben teljes egészében kívül belül megújul majd. Major Négy Csikós Márta, az oktatási csoport vezetője a felvételi eljárás menetéről, dr. Szaszkó Rita, a nyelv és művészeti nevelés tanszék vezetője pedig az Erasmus Plus program lehetőségeiről tájékoztatta a jelenlévőket. A nap hátra lévő részében többek között önismereti foglalkozással, Mikulás kvízzel és játékos kommunikációs gyakorlatokkal várták a Jászberényi kampusz leendő hallgatóit. A Fogyatékos Emberek Világnapjához kapcsolódva Egység a sokféleségben mottóval tartottak konferenciát az Egyetem gyógypedagógus képzésének 5. évfordulója alkalmából a Líceumban. Egység a sokféleségben címmel tartottak jubileumi konferenciát december 4-én az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem kápolnájában, mely a gyógypedagógus képzés 5. évfordulóját ünnepelte. Az eseményt dr. Dávid Mária, az Egyetem Gyógypedagógiai Intézetének igazgatója nyitotta meg, aki köszöntőjében a gyógypedagógiai kar indulásának fontosságáról beszélt. Fürné Mosoni Anita, az intézet mesteroktatója, köszöntőjében elmondta, hosszú út vezetett a mai napig. Nekünk nagyon-nagyon fontos az, hogy a családot a fogyatékkal élő gyermek vagy fogyatékkal élő ember mellett a családot is segítsük abban, hogy ők a leginkább tudják támogatni, és a leginkább tudják menedzselni a saját életüket. És ez sokszor nehéz. Dr. Kálmán Zsófia, gyermekgyógyász, amint bárki más, egy komplex társadalmi jelenség a fogyatékosság című előadásában a fogyatékkal élő emberek és családjuk életéről, helyzetéről beszélt a hallgatóságnak.
Őt követte dr. Czovek Andrea, főiskolai docens, aki dr. Domonkosi Ágnessel közös kutatásukat ismertette, amelyben a gyógypedagógus hallgatók viszonyát tanulmányozták a fogyatékkal élőkkel kapcsolatos metafora kutatás alapján. Kutatásunkban igazából arra kerestük a választ, hogy a gyógypedagógus hallgatók hogyan gondolkodnak a fogyatékossággal élőkre, és azok a nézetek, amik megjelennek a belépő hallgatók között, az hogyan fordítható át az ő szakmai fejlődésükre. A konferencián két előadás között Csibi Orsolya Boglárka tanuló zongora szólóját hallgathatták meg a jelenlévők. Szeretnénk, ha a hallgatók látnak, milyen témákkal foglalkoznak az oktatók, és mi is szeretnénk egymást meghallgatni. Ezekkel a szavakkal nyitotta meg dr. Szijjártó Imre, a Film és Média Tudományi Tanszék vezetője, a Mozgókép Média Kommunikáció konferenciát. 2023. november 28-án tartották meg a Mozgókép Média Kommunikáció 5 című konferenciát az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Az esemény célja, hogy az oktatók megmutathassák egymásnak és a hallgatóknak a kutatásaikban elért eredményüket, és bemutassák a különféle szakdolgozati témákat. A szakmai konferencián előadott Bene Viktória, aki az adatvédelem és internetbiztonság a cyberromantikában témájából adott elő. Nekem ami nagyon fontos, hogy egy olyan dolgot szerettem volna kutatni, aminél ugye az elmélet és a gyakorlat kéz a kézben járhat, magyarán szólva valamilyen pozitív változást is tudok esetleg hozni azzal, hogyha például kimegyek gyerekeknek foglalkozásokat tartani, szülőknek vagy pedagógusoknak, és akkor lényegében így jött maga a biztonságos internet használat téma általán, a sexting, meg ugye a magyar tudománnyal kapcsolatban, amit említettem, az úgy adta magát. A témák között megjelent továbbá a film politikai elképzelések a Horthy korszak kezdetén, valamint a kommunikációs készségek fejlesztése a gyakorlatban, a tanórák keretein belül. Az eseményen Madarász Judit mesteroktató is részt vett, aki főként a kommunikációs tárgyak oktatásáért felelős. Most zömében az elsős hallgatói, kommunikációs média tudomány szakos hallgatóink voltak itt. Nem véletlenül, mert hogy az én órámat szerveztem most ide, úgyhogy számítottam arra, hogy valóban lesz erre érdeklődés, és ahogy elmondtam itt az előadásban is, előre szeretném nekik vetíteni, hogy tulajdonképpen itt a képzés során milyen olyan tárgyakkal fognak találkozni, ahol a kommunikációs készségeiket tudjuk fejleszteni, mégpedig gyakorlati szempontból. A Mozgókép Művészeti és Kommunikációs Tanszék a konferencia szervezésével a Magyar Tudomány ünnepéhez kapcsolódott, amit a szakmai értekezés másnapján a harmadéves mozgóképes hallgatók diplomafilm és szakdolgozat pitche követett. A fenntarthatóságra nevelésről, a szövegértő olvasás fejlesztésének lehetőségeiről és a nyelvi dimenziókról is szó esett a Nevelés és Oktatás a 21. században című konferencián, melyet az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tanító és óvóképző intézete rendezett. Nevelés és oktatás a 21. században címmel várta az érdeklődőket a Tanító és Óvóképző Intézet szakmai konferenciára november 29-én az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem B épületébe. A jelenlévőket dr. Homoki Erika, a Tanító és Óvóképző Intézet igazgatója köszöntötte, aki kifejtette, fontos, hogy a hallgatók részt vesznek az eseményen és megismerik az oktatókat, hiszen az elhangzott témák akár közös kutatások alapjai is lehetnek a későbbiekben. A matematika területén akkor ilyen intelligencia szint befolyása a tanulók matematikai attitűdjére, a környezetismeret területén alsó tagozatos diákoknak a vizsgálata kerül bemutatásra, magyar területén a kommunikáció, illetve a névtan bemutatása lesz a fókusz, illetve az olvasás tanítás és az olvasás szokásoknak a vizsgálata, és óvodapedagógia területén is evezünk egy kicsit Gál Judit előadásában. A konferencia első előadását Gál Judit, a Tanító és Óvóképző Intézet mesteroktatója tartotta, Participáció érvényesülésének lehetőségei az óvodai nevelésben címmel, melyben a megújuló, innovatív technikákról és az élménypedagógiáról is beszélt a hallgatóknak. Úgy érzem, hogy a hallgatókkal való kommunikációban, illetve az oktatás során nagyon-nagyon fontos ezt az új módszert, a másfajta gondolkodást előadni, nem azért, mert hogy
hogy a gyerekek nem hasonlók az óvodáskorú gyerekek, mint korábban voltak, hanem annyira megváltozott a környezet, a külvilág, azok az ingerek, amelyek a gyerekekre hatnak, hogy nekünk fel kell venni a versenyt, hogy a mindennapokban, a tudás átadásban hogy tudunk motiválni, hogy tudjuk érdeklődésre bírni a gyerekeket, hogy ez egy nyugodt, kiegyensúlyozott tanulási folyamat legyen. A szakmai konferencia során többek között olyan témák merültek még fel, mint a szövegértő olvasás fejlesztésének lehetőségei, a nyelvi dimenziók, vagy a különleges bánásmódot igénylő növendékek a zeneiskolákban. Labdarúgó szakmai konferenciát tartott az Egyetem Sporttudományi Intézete a Líceum kápolnájában december 1-én. A konferencia a labdarúgók utánpótlásának fontosságát mutatta be, Gera Zoltán, Lisztes Krisztián és Vince Otto a magyar labdarúgás ikonikus alakjainak segítségével. Nagyon nagy gól! Sporttörténelmi gól a Bajnokok Ligájával, az első magyar gól! Labdarúgó szakmai konferenciát rendezett az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Sporttudományi Intézete december 1-én a Líceum kápolnájában. A konferencia labdarúgók utánpótlásának fontosságát mutatta be Gera Zoltán, Lisztes Krisztián és Vince Otto, a magyar labdarúgás ikonikus tagjai segítségével. Az információt olyanoktól vegyék föl, akik ezt megélték. De teljesen más mesélni valamiről, mondják, hogy van egy ilyen példa, hogy a bikáról beszélni könnyű, de vele szemben állni nehéz. Ők szembeálltak a bikáról, tehát ők megküzdöttek azért, hogy oda jussanak, ahol jutottak, és ha ők azt elmondják, ismeretként átadják, akkor sokkal közelebb kerülünk, mint gondolnánk. A hallgatók már 2 héttel a konferenciára adhatták a kéréséket a profi sportolóknak, amire a szakmai értekezés során választ is kaptak. Az itt szerzett ismeretek és tapasztalatok hasznosak lehetnek a tanulmányaik és jövőbeli munkájuk során. Igazából nincs olyan kérdés, hogy jó vagy rossz, tehát hogy minden kérdésre nagyon szívesen válaszolok, még akkor is, hogyha nem tudom megfelelő tapasztalattal vagy felkészültséggel a választ megadni rá. Ettől függetlenül megpróbálok válaszolni. Szerintem tényleg nincs jó vagy rossz kérdés. Maximum van olyan, ami kellemesebb vagy kellemetlenebb, de én szeretem a kihívásokat. Profi labdarúgók a konferencia végén egy kötetlen beszélgetésen vettek részt a hallgatókkal, hiszen kiemelték, mindig szívesen segítenek az utánpótlás képzésének oktatásában és terjesztésében. Az Egyetem Gazdaságtudományi Intézete tudományos konferenciára várta az érdeklődőket november 30-án. A globális kihívások, sokszínű válaszok a gazdaság világában címmel tartott eseményen többek között szó esett a magyar fiatalok lakhatási nehézségeiről is. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem B épületében a Gazdaságtudományi Intézet tudományos konferenciát szervezett globális kihívások, sokszínű válaszok a gazdaság világában címmel a magyar tudományos ünnephez kapcsolódva. Matis Csáknyi dr. Lizák Marianna z-generációs munkaérték preferencia vizsgálatáról tartott előadást. Ez azt jelenti, hogy a leendő munkavállalók, itt az egyetemen tanuló üzleti szakos hallgatók milyen szempontok alapján lépnek majd ki a munkaerőpiacra, mi fontos számukra, amikor munkahelyet keresnek. A konferencián az egyetem tanárai, hallgatói, illetve a Budapesti Kornélius Egyetem hallgatója is előadott. Szó esett az országok jóléti mutatóiról is, mint például a GDP vagy a HDI, illetve azt is megtudhatták a jelenlévők, hogy a különböző szakos hallgatók mekkora mértékben helyezik előtérbe az anyagiakat. Természetesen ajánlom a minden gazdasági szakos hallgatónak, mert én úgy gondolom, hogy egy közgazdásznak érdekes lehet egy ilyen gyakorlati téma. A nap végére a hallgatók a munkabér alakulásának folyamatát is megismerhették, illetve szó esett a magyar fiatalok lakhatási nehézségeiről is. Mit is jelent a kortárs művészetben a poszthumanizmus? Erre a kérdésre is választ kaphattak azok, akik november 28-án a Ziffer Sándor galériába látogattak Horváth Márk filozófus esztéta előadására.
A Kortárs Képzőművészetről közérthetően című előadássorozat harmadik előadását hallgathatták meg november 28-án a Ziffer Sándor Galériában poszthumán művészetek iránt érdeklődők. Az előadást Horváth Márk filozófus, esztéta tartotta, akinek kifejezetten a kortárs filozófia és a kontinentális filozófia szakterülete. Ezeken belül a filozófia legaktuálisabb kérdéseivel foglalkozik, többek között az ökológiai elméletekkel és a poszthumanizmussal is. Az előadásban a poszthumanizmus kultúratudományos és filozófiai irányzatnak a különböző irányvonalait próbáltam bemutatni, illetve rámutatni arra, hogy ez a kortárs művészetben és kortárs képzőművészetben hogyan érvényesül és hogyan hat egymásra a különböző filozófiai társadalomtudományos irányzatok és a filozófiai diskurzus és a képzőművészet. Az előadás sorozat azzal a céllal jött létre, hogy a képzőművészetekben kevésbé jártas személyeket bevezesse a kortárs képzőművészet világába, és ezzel áthidalja az alkotók és a befogadók közötti mély szakadékot. Sokszor szokták azt mondani, hogy az átlag ember, az átlag művészetet fogyasztó, hát ha nem is lemaradásban, de lépés hátrányban van az alkotók, a kortárs alkotók gondolataihoz képest, és hát ezt a fajta távolságot szeretnénk ezzel a múzeumban hozott, tehát a múzeumban, amely kicsit közelebb van a látogatókhoz, a művészetet fogyasztókhoz, mint mondjuk egy akadémiai, egy egyetemi tanszék, tehát mi esetleg egy jó csatornája lehetünk annak a tudásnak, amit itt az egyetem összegyűjt, és hallgatóknak elmond, itt most itt egy kicsit szélesebb körben szeretnénk megmutatni ezt. December 12-én 16 óra 30-tól várják az érdeklődőket az előadás sorozat utolsó eseményére, mely során György Gabriella, múzeumpedagógus beszél a lelki ellenálló képesség és a múzeumpedagógia kapcsolatáról. A Tittelpár könyvtárban tartott dr. Kis Noémi író és Tótfalusi Ágnes, francia műfordító, könyvbemutató beszélgetést, melyen a legújabb Megsemmisülni című nagyregényt elemezték. November 30-án a Tittelpál könyvtárban Olvassunk közösen világirodalmat címmel tartott könyvbemutató beszélgetést Tótfalusi Ágnes műfordító és dr. Kis Noémi író. Az eseményen Michael Haubeck Megsemmisülni című új nagyregényt elemezték az előadók fordítói és műértői szempontok alapján. Emellett számos téma, köztük Tótfalusi Ágnes karrierje, személyes élményei és a fordítással kapcsolatos kihívásai is szóba kerültek a rendezvényen. Minden írónak más a stílusa, tehát meg kell találni az írónak a hangját magyarul. Ez az egyik. A másik, ami nagyon fontos és nagyon kellemes rész a fordításnak, hogy az utalásoknak, amik minden regényben vannak, de Michel Houellebecqnél különösen sok, annak részletesen utána kell nézni. De az internet segítségével, az internetnek köszönhetően ez most már sokkal könnyebb, mint mondjuk 30-35 éve, amikor elkezdtem a szakmát. A beszélgetés során a felek hosszasan elemezték a különböző kultúrák nyelvi sajátosságait és azok hatását az irodalomra, illetve a kortárs világirodalomra. Az eseményen egyetemi oktatók és hallgatók is részt vettek szép számmal. Egy kurzuson több Houellebecq könyvvel is, regénnyel is találkoztunk, és ezen a kurzuson gyakorlatilag egy fél éven keresztül ezekkel a művekkel ismerkedtünk meg, és nagyon kíváncsi voltam arra, hogy igazából milyen fordítási és nyelvi problémái vannak, vagy éppen kérdései, vagy lehetőségei ennek a regénynek és magának a fordítás folyamatának, és hát igazából ezekre a kérdésekre a beszélgetés során kimerítő választ kaptam, úgyhogy szerintem egy nagyon jó hangulatú, meg részletes beszélgetés volt. Az esemény végén a jelenlévők kérdéseket tehettek fel a könyvekkel és a fordításokkal kapcsolatban is. Szó esett többek között a karakterrajzokról, a fordítás nehézségeiről, illetve az alkotás inspirációjáról is. Az akadémiai esték újabb előadását tartották meg az egyetemen december 6-án. Dr. Palkovics László, a Széchenyi István Egyetem oktatója, a genomszerkesztés, avagy a precíziós növénynemesítés témában adott elő. Genomszerkesztés, avagy a precíziós növénytermesztés címmel tartott előadást a Líceumban dr. Palkovics László, a Magyar Tudományos Akadémia doktora. Az este során beszélt többek között a mezőgazdasági genomszerkesztés előnyeiről és hatásairól, illetve az átlagember megítéléséről a témával kapcsolatban.
A téma aktualitását az adja, hogy az Európai Unió most döntési helyzetben van a géntechnológiával, illetve a génszerkesztéssel előállított növényekkel kapcsolatban, és felül akarja vírálni, vagy vizsgálni azt az Európai Bíróság döntését, hogy ez is GMO. És hát tulajdonképpen a hétköznapi emberek nagyon keveset tudnak erről, csak azt hallják, hogy a GMO súlyosan veszélyes az egészségre, és ezt szeretném egy kicsit megvilágítani, hogy ez a két technológia, a genetikai módosítás, illetve a génszerkesztés miben különbözik egymástól, és ennek milyen előnyei lehetnek, illetve mi a célja ezeknek a úgymond precíziós nemesítési eljárásoknak. Az előadásban számos kutatás eredményeit is megismerhették a jelenlévők. A rendezvényen szó esett a genomszerkesztés különböző országokban történő engedélyeztetéséről is. Az előadó célja volt az is, hogy a Vatikán álláspontját és az élelmiszerellátás helyzetét megismertesse a közönséggel. Az lepett meg már kellemesen, hogy erről a bizonyos, sokat vitatott genomszerkesztésről, génmódosított növényekről nagyon objektív, nagyon érdekes képet kaptam, én mind, aki egyébként nem a természettudományokkal foglalkozok, tehát sok új ismeretre tettem szert, hogy mennyire bonyolult ez az egész kérdés, és milyen sok pozitív és persze bizonyos negatív oldala is vannak. Az est végén a résztvevők kérdéseket tehettek fel dr. Palkovics Lászlónak, aki átfogó válaszokkal egészítette ki az előadást. Olyan témakörök merültek fel, mint a módszer etikai oldala, illetve a különböző betegségek génszerkesztéssel történő kezelése is. Rendhagyó alumni borklubban vehettek részt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem volt és jelenlegi hallgatói, oktatói, dolgozói a Leányka Bisztróban. A decemberi borklubban egy volt hallgató, Tóth Sándor, a Villián Pincészet főborásza mutatta be a 8 tételből álló borsort. December 1-én rendhagyó módon nem egy egri pincészetbe kalauzolta el vendégeit az Eszterházy Alumni Borklub, hanem a Villányi Borvidék közepén fekvő Villián szőlőbirtok és pincészetet ismerhették meg a 8 tételből álló kóstolón. A borklub különlegessége volt, hogy a kóstolót Tóth Sándor, volt szőlészborász szakos Eszterházy hallgató tartotta, aki jelenleg a Villián Pincészet főborásza. Az alumni borklub igazán alumni lett, hiszen a Tóth Sándorunk visszatért hozzánk Egerbe, és bemutatta azt, hogy ő milyen borokat készít. Bár igaz, hogy nem az egri pincészeteknél dolgozik, hanem ugye a Villányi borvidéken, de úgy van, nagyon jó tételeket kóstolhattunk, és az benne az igazán unikum, hogy tényleg az itt nálunk Eszterházyn tanult tudással készített borokat kóstolhattuk meg, és szerintem senki nem csalódott. A kóstoló tételei között olyan borok szerepeltek, amik specifikusan villányi vagy villányhoz köthető fajták, de olyan tételeket is kóstolhattak a borkedvelők, amik Egerben és Villányban is megtalálhatóak. A borok kiválasztásánál a cél az volt, hogy a borkedvelők megismerhessék a két régió közötti különbségeket. Szerintem nagyon fontos az, hogy megismerjünk más borvidékeket, más stílusokat is, és ez lehet akár hazai borvidék, lehet akár a világon bárhol más is, azért, hogy ezáltal fejlődjön a kóstolási tudásunk, a tapasztalatunk, a rálátásunk bizonyos fajtákra. Hogyha fajtákról beszélünk, teljesen más egy soproni kékfrankos, egy egri kékfrankos vagy egy villányi, egy fajta mégis különböző stílus, különböző borvidék, szerintem ez ad arra lehetőséget, hogy megérezzük a fajták hasonlóságát, vagy éppen a fajták közti különbséget különböző borvidékeken, amiből újabb és újabb tapasztalatokat és újabb élményeket lehet szerezni. A kóstolt tételek között többek között olyan borok szerepeltek, mint a 2022-es fehér variáció, a 2023-as Bogyóli, vagy a 2019-es Mandulás Super Premium Fran. Kedves nézőink, ennyi fért bele a fél év utolsó hírláncába. Hallgatótársaim nevében is köszönöm egész éves megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!